Számos érdekes állattal, köztük a híres egri kék keringő röpgalambbal találkozhatnak az érdeklődők gyereknap alkalmából az érsekkertben. A nyulak és a kutyák tetszettek eddig a legjobban. Az Európai Kisállattenyésztők Szövetsége 135 éves jubileumát ünnepli. A számos magyar tagot is számláló szervezet idén a Hevesi megyeszékhelyen tartotta kongresszusát, ami egybeesett a kisállatfajták napjával. A két napos eseményen az őshonos hazai fajtákat mutatták be a látogatóknak. Magyarországon őshonosan tenyésztett galambfajtákról beszélünk, ez 42 fajta, és ebből mindből látunk itt a csarnokban egy bemutatópárt. Az ősi magyar baromfi fajtákról beszélünk, szintén itt állunk mellettük, és az ősi magyar nyúlfajtáról. A kisállatok mellett nagyokban sem volt hiány. Összesen 51 kutyát neveztek a 23. Komondor Fesztiválra, amelyen fiatal tulajdonosok is képviseltették magukat. Naponta érdemes fél órát, órát azért legalább foglalkozni velük. A kiállítások előtt, amikor meg mondjuk a szőrét kell szedni, akkor meg még többet. A show lényege, hogy hangosan történik a bírálat, így minden tenyésztő hasznos tanácsokat kaphatott munkájához. Amit ki kell itt emelni, az mindig az érték megközelítő oldala a bírálatnak. Minden egyednek vannak értékes és kevésbé értékes tulajdonságai. Itt most a szórakozás keretében azon értékes tulajdonságokat emeljük ki, amire építeni lehet a tenyésztői munkát. Komondor sétával zárult a szombati program, a szervezők így szerették volna felhívni a figyelmet a Hungarikummá minősített magyar pásztorkutyákra.